Sziasztok! A mostani videóban már nem főzni fogok. Most beszélni jelenteni, hogy sajnos a sok iskola találkozó, mert sok helyen volt a tömlősalt, töltőpárizsi tömlősalta, kirántottam, mert sok valaki nagyon ízlet, azt mondta, hogy finom volt. Hát örültem, hogy iskolák részére, ahol meghívtak, nagyon jó sikerült a tömlősát. Elég sok ember készítette. Hát igen, videót nem tudtam készíteni, mert iskolai találkozók voltam. Iskolai csoport találkozó, mert mi lakottam egy csoport találkozó, és meghívtak. Hát most nem is erről szerettem volna mondani. Holnap békésen megyek Kolbász Fesztiválra, következő héten, hogy Gyulai klub, nem tudom milyen, most nem utaztam, hogy milyen klub, de nem is, az most minden, megkértek a szervezők, hogy olvassam be, vagy mondjam el, hogy a Gyulai klub helyiség túl kicsi, kicsi a beltér helyiség. És egyszerűen mindenkit nem tudnak beengedni, néhány pár embert beengednek, és néhány pár ember, aki kijött, utána megint új emberkel engedni. De mindenki kezére tesznek ilyen szalagot. A biztonság keretében. A rendet mégiscsak fel kell tartani, én szeretném minden rendben menne, rendben mindenkinek tudnak dedikálni, autógalat adni, vagy fotót. De hitel sokan jönne, mert azt nem tudunk, akkor már itt már nem lehet. Hogy csak sajnos ez a kis kárvetlenségű elnézést kérek, én is meg a szervezők, de remélem köszönöm szépen megértésüket, hogy ezt nem valahogy így kell elvégezni. Igen, a kis kellemetlenség után valami jó is ma, hogy nem kell fizetni belépő. Belépés ingyenes. Ez van nagyon jó igazság, hogy nem soká belépő díjat kell fizetni. Most itt szervezők az úgy gondolták, hogy nem kéne belépő díjat. Hát akkor nem is tudom én mit mondjak, azt hiszem, hogy 2019. október 12-én sok szeretettel várom Gyulát, a kedves rajongóimat. Hát akkor ennyi volt a mai videóban, tovább is mindenütt kívánom. Erez Zoltán, a videóinfo ettől. Hello, sziasztok!